Utottak odakint Madrid házai, néha bólogatott a tolmács nő szavaira, aki, mintha szeretné túlkiabálni az ő belső tiltakozását, szinte ordítva magyarázott neki valamit angolul. Valami olyasmit a hosszú úton kácereszik, aminek a lényege jutott csak el hozzá. Hogy ugyanis ő, a tolmács nő, csak arra vár, hogy a professzor úr megmondja, mit akar látni, miről akar írni s holnaptól akár indulhatnak is. Még hogy professzor úr morogta a magyar, csak a lényege folytatta ő, mivel egyfelől nem bírta ezt az ordítást közvetlenül a fülébe, és kikapcsolta az agyát. Másrészt pedig halvány fogalma sem volt, hogy árulja el, hogy semmiről nem fog természetesen írni. Ugyan miről írhatna ő a maga szerencsétlen, bonyolult mondat és gondolat labirintusával? De mindegy, ezt gondolta, és az elfutó mezőket figyelte a kocsi üvegén át. Ez az egész, úgy, ahogy van, egyáltalán nem érdekes, hisz úgyis mindjárt kiderül, hogy tévedésből van itt. És az első napokban végig készenlétben állt, hogy egyszer csak oda megy hozzá valaki, és halkan ezt mondja neki. Igen, hibát követtek el, most kikísérik a reptérre, és megkérik máskor ne csináljon belőlük puhócot csak hát nem ment oda hozzá senki. Se az első napokban, se az utolsókban, sőt, mint valami ünnepelt sztárt úgy kezelték. Na persze, bólogatott a pultos, és ingerülten elkezdte rakosgatni a poharakat maga előtt. De tényleg erősködött erre ő, mint egy sztárt. A legjobb szálloda, pompás vacsorák és ebédek és a minduntalan megismételt mondat, mi szerint ön szabad, ön teljességgel azt csinál, amit akar. Mehet éjszaknak, mehet délnek, nyugatnak, és keletnek. Öné az autó a sofőre, öné a tolmácsunk egészen. Mi csak azt kérjük, örökítse meg, de persze teljesen szabadon. Ahogy ön azt jónak látja, tehát, hogy Adjon egy képet arról, milyen gondolatokat támaszt önben, extra madura. A szándékaink világosak, biztosították-e felől, nem akarunk mást, csak hogy egy közismert személyiség én, mutatott magára ő és elvörösödött zavarában igen, ismételték meg mosolyogva, mint ön, hogy tehát azzal, hogy gondolatait, amelyek Extremadurában születnek, leírja mint egy kimondja azt, hogy extra madura virágzik, mert ez a helyzet, hogy ez a történelmi senki földje, az emberi nyomornak, ez az évszázados fészke elindult egy új történelem felé. Mi csak ezt akarjuk, mosolyogtak rá. És nyíltan a szemébe néztek. Ezért dolgozunk, mondták az alapítvány emberei. Mindenki rendkívül barátságos volt és szolgálatkész. Csak arra vártak, hogy ő a vendég mondjon valamit. Kérjen valamit, mert segíteni akartak. Csak hogy nem volt miben, mert abban a pillanatban, amikor csak az eszébe jutott, hogy tőle itt azt várják, segítsen a nagy ügyben, mely a megújult extremadura. És gondoljon valamit, teljességgel megbénult. Leállt az agya, ha működött egyáltalán. Gondolkodni valamiről, de hát miről? Ült az elegáns szállodai szoba foteljében, magyarázta a magyarnak, nézte káceres, meginduló világát odakint, és ezúttal a tehetetlenség rettenetes súlya telepedett rá, hisz nincs miről a gondolkodásnak vége. Mert vagy az a helyzet áll elő, hogy gondolkodás előtti tartalmakhoz nyúl vissza, és az kifejezhetetlen. Vagy gondolkodás utáni tartalmakra mutat rá. De akkor is néma kell legyen, szükségszerűen. A nyelv ugyanis már nem alkalmas rá, hogy rögzíthetetlen tartalmaknak formálú szolgáljon. Nem szolgál többé, mert körbeért. Bejárt minden elképzelhető tartományt. És elért oda, ahonnan elindult, de végtelenül romlott alakban ért oda-vissza. És hát akkor ezt meg hogy mondja el ezeknek a jó akaratú lelkes embereknek, hogy többé már lehetetlen a gondolkozás, hogy nincs benne kaland és nincs benne tét, hogy ezért nincs mélysége és nincs magaslata sem, és hogy nem marad belőle semmi egyéb, mint az add ide primitív mocska, a nyelv a szennyesünk, ezt gondolta, és ez a gondolat tette tönkre. És ezért bukott meg, és ezért csúszott le az elmúlt évek során. És csúszott és csúszott egyre lejjebb és lejjebb az egyetemi katedrákról egészen a spársvány hideg kietlenségéig. Mert ha azt mondja, már pedig azt, hogy a nyelv szennyes, akkor magától értetődően beszélni sincs értelme róla, sem úgy, hogy ő teszi, sem úgy, hogy más, ez az egész, a filozófia nincs már, nem létezik. Csak olyan, mintha volna, a könyvek a boltok kirakataiban, s bent a boltok pultjain egy ócska szemétdomb. Csak álca, csak maszk, csak díszlet, csak egy undorító hazugság. Mert el kell fedni ők a tényt, hogy valóságos könyvek, valóságos filozófiák helyett állnak ott. Ráadásul ő meg közismert személyiség sose volt. Csupán szerencsét próbált a gondolkodással, és nem sikerült. Na, mit nem hallok, jegyezte meg a magyar, de csak úgy félváról, mert közben épp szorgosan igazgatta az üvegeket a fali polcokon. És hát, hogy így egy semmire kellő vagyok, folytatta ő, aki jobb, ha itt, azaz ott, extremadurában. Maga fedi fel saját magát, Viszont nem, egyszerűen nem alakult úgy a helyzet, hogy odaálljon eléjük ezzel. Túl kedvesek voltak, túlságosan visszautasíthatatlanok. És különben is, ha néha még az első napokban megpróbált valahogy belekezdeni, a tolmácsnő rögtön felemelte a hangját, és még jobban ordított, hogy belé a szót. Így aztán, amilyen halkan csak tudta, azt javasolta, hogy hát jó, rendben, menjünk akkor például oda, ahol az arab vendégmunkások élnek, mire a tolmácsnő valamivel, valamivel csendesebbre fogta, és úgy feleltek készségesen, sőt, diadalmasan, mint aki készült, hogy Naval Moral de la Matára, vagy Talajuelára gondol a professzor úr, és már úton is voltak Naval felé. Naval Moral Delemata, de jóságos Isten, ez zakatolt az agyában, mi lesz itt? Fogalma sem volt, mesélte most, semmiféle fogalma arról, hol van, meg minek. Megpróbálta összpontosítani a figyelmét, és megpróbálta felidézni, miket olvasott össze a telekaféban az indulás előtti napokban. Viszont mindössze erre az arab vendégmunkás feszültségre, meg valami furcsa ökológiai cikre emlékezett, amelyben a szerzőpáros, hivatkozván valakire, akinek a nevét felírta ugyan valahova, de nem tudta hova, arról értekezett, hogy a Duero folyótól délre 1983-ban meghalt az utolsó farkas is. Nyilván a szokatlan fogalmazás miatt maradt meg benne ez a mondat hisz ugyan miért beszél egy tudós, egy tudományos cikkben ilyen szokatlan költőiséggel, nem? Utolsó farkas. Nem szokás, magyarázta, de a magyar már megint nem figyelt. Megjöttek a szállítók, betolták a sört, a bort, az üdítőket, meg a röviditalokat, neki meg az üvegeket kellett számolgatnia, és kipipálni a kezében tartott füzetben, és megvolt minden, a sör, a bor, az üdítők, meg a röviditalok. Erre a szállítókkal, és sört. Aztán a szállítók elmentek. Ő visszasétált a pult mögé, és felvetve a fejét, intett neki, hogy folytathatja. És ő készségesen folytatta is. Hogy tudnélik, az jutott az eszébe az úton, Moral de la felé, hogy egy tudományos cikk az más. Ott nem mondanak ilyesmit, hogy meghalt. Meg hogy az utolsó. Na mindegy, mondta. Végül is elég gyorsan kiesett a fejéből ahogy ment a kocsi vele Navál Morál A felé. Az égen nem volt egyetlen felhő sem. Kellemes meleg csapott be az olykor lehúzott ablaküvek fölött. Csend volt az országúton, s odafelé alig láttak embert. Visszafelé pedig, amikor már megtudta, hogy Navál Morál és Talajú ugyan valóban élnek arabok, feszültség viszont nincsen, az lent van, mesélték a tolmácsnőnek a helybeliek. Andalúziában a parton. Itt csak kevesen, néhány ezren dolgoznak az idény alatt, és azok is viszonylag békében megvannak egymással is, meg az extrema duraiakkal is. Hisz, mivel a munka a dohányföldeken kemény kitartást igényel, emiatt a körülményekhez képest rendesen megfizetik. Egy szóval visszafelé innen már sötétedett, úgyhogy embernek nyoma sem volt, különben is nem az foglalkoztatta, hogy mi van Naval Morálban, meg Talatyú Erában, hanem a cikk. Mert ahogy hallgatta az autóhalk zúgását, és ahogy belefárad van az egész napi munkába, a tolmácsnőt is elnyomta egy rövid időre az álom, neki megint eszébe jutott a néma sofőr mellett, hogy tulajdonképpen nem csak az a furcsa abban a cikkben, hogy amolyan szokatlan költőiség lengi be, hanem maga a mondat, a tartalma, hogy ugyanis honnan tudja bárki is, mikor hal meg az utolsó farkas, meg újra, hogy mi az, hogy meghal. Hát így beszél egy tudós. Valami nem volt egészen rendben ezzel a cikkel és ezzel a mondattal. És erről különösebb cél nélkül be is számolt a tolmácsnőn keresztül az alapítványi embereknek az aznap esti kátszeresi vacsorán akik azonban úgy értették, hogy itt a feladat. Ki kell találják, miféle cikket olvashatott a professzor úr, és rá kell jöjjenek, kire hivatkozhatnak azok a szerzők, csak nem értették, miért ilyen lehangolt ez a professzor úr. Miért néz ilyen egykedvűen maga elé a vacsora után bárban? És bár láthatták rajta, mondta a magyarnak, hogy el szeretné mondani miért. Mit mondhatott volna? Hogy értethetné meg velük, milyen a Haustrasse? És milyen itt a Haustrásszén élni, hogy milyen itt egy reggel, és milyen a spársványben. Miért milyen? Mordult rá a magyar, de ő nem válaszolt neki, csak folytatta, hogy hát, hogy is hozhatta volna szóba a súlyt a mellén, hogy is mondhatta volna el, hogy mióta abba hagyta a gondolkodást, és emiatt megpillantotta a dolgokat, megértette, hogy mindaz, amit mi a létből érzékelünk, nem más mint a hiába valóság felfoghatatlan terjedelmű emlékműve, mely az idők végezetéig ismétli önmagát. És hogy nem, korán sem véletlen szerkeszti a maga rettenetes, kiapadhatatlan, diadalmas, legyőzhetetlen erejével, hogy dolgok szülessenek és szétessenek, hanem mintha egy homályos, démoni szándék dolgozna itt, és ez oly mélyen bele van szerkesztve a dolgokba, és a dolgok közti állapotok szövetébe, hogy a szándék bűze mindent betölt. Egy kárhozat tehát, egy megvetés műve a világ, ez csapja meg az agyát annak, aki gondolkodni kezd. Ezért ő nem is gondolkodik, megtanult nem gondolkodni többé, ami természetesen nem vezetett sehová, mert azt a bűzt csak érzi, bármerre néz. Bármerre fordítja a fejét, ez a bűz ott van. Mert végül is az ítélet, mely szintén azonos a világgal, azt is tartalmazza, hogy a hiába valóságnak és a megvetésnek is, mely a szándék formáját öltötte fel, a tudatában kell legyen. A hiába valóságnak és a megvetésnek is, folyton, minden egyes pillanatban, aki gondolkodni kezd. Viszont elég lemondani a gondolkodásról és csak nézni a dolgokat, már létre is jön a gondolkodás új alakban, vagyis megszabadulni nem lehet, akár gondolkodik az ember, akár nem gondolkodik. Mindenképpen a gondolkodás fogja, és iszonyatosan facsarja az orrát az a bűz. Így hát ő mit tehetne? Áltatja magát, azzal áltatja, hogy hagyja. Menjenek a dolgok a maguk természetes útján, mint ahogy tette ott extremadurában is. Hagyta, hogy menjenek és mentek is a maguk útján. Az alapítvány életvidám badahozi szervezője már másnap délelőtt telefonon értesítette, hogy megvan a keresett cikk.